Nem volt könnyű dolga a csapatoknak a Győri-Eto FC 2 Veszprém MB3-as mérkőzésen. A viharos helyenként 90 km per órás szél alaposan megnehezítette a játékosok dolgát. A házigazda igyekezett a földön tartani a labdát, és a lesre játszó vendégcsapat ellen lapos passzok után helyzeteket kialakítani. Szabó lábáról itt még sikerült lelopni a labdát zicserben a veszprémiek kapusának, a 9. percben azonban már ő is tehetetlen volt. Lenzsér indítását Illés passzolta tovább, amire Matetics és Mervó is rajtolt. A csapatkapitány időben húzta be a kéziféket látva, hogy játékostársa jobb pozícióban van, aki góllal hálálta meg a bizalmat. Feltűnő volt, hogy ahhoz képest, hogy a Veszprém mennyire passzív volt az egész mérkőzésen, mégis egészen kitolták a védekezésüket, ezzel remek lehetőséget teremtve a gyors győri támadók előtt újabb gólszerzésre. Itt a tavasszal egyre jobb formában lendülő Vanko Imre passzát tört el az év felfedezettje, Illés Dávid, no de nem hiába volt ott a felnőtt csapat edzőtáborában Belekben a középpályás. Megtanulta, hogy amikor csak lehet, vissza kell támadni, és ebből labdát szerezni. Így születhetett volna meg az Eto második gólja, de Matetics Istvánt itt még beérték a védők, és nem hagyták, hogy kapura lőjön. Pár perccel később aztán Nagy Ádám passzát már gólra váltotta az Eto kapitánya, aki ezen a délutánon a mezőny egyik legjobbja volt. Matetics egyébként ezen a meccsen centerként játszott, és láthatóan nagyon jól érezte magát. Jól lépett vissza a labdákért, vagy passzolt vissza egyből, jól játszott háttal és szembe a kapunak, hozta játékba a társakat, vagy ért oda a befejezésekhez. Mervóval és Illéssel rendre átjátszották a veszprémi védelmet, ami még a legjobb minőségű emmentáli sajtnál is lukasabbnak tűnt. Ha a kulcspasszok egy része egy ütemmel hamarabb indult volna a címzethez, akár még két szemjegyű is lehetett volna különbség, de a játékvezető és asszisztense az első félidőben jól látták, hogy bizony sokszor a lesre futottak a hazaiak. A labdaszerzés viszont kifogástalan volt, mint itt Meggyesnél, aki jól is játszotta meg játékostársát, és a menetrend szerint érkező Mervó Bence már a második gólját szerezte a mérkőzésen. Az első félidő utolsó momentum egy szabadrugás volt, Vankó lövés azonban mellé ment, így 3-0-ás hazai előnnyel vonultak szünetre a csapatok. A második játékrészben a kés sárga cipős, Nagy Ádám és Illés Dávid készítette elő a negyedik gólt. Előbbi passzát utóbbi okosan átlépte, így a saját térféről induló Matetics Istvánnak már csak a kapuig kellett elnyargalnia. Ez sikerült is. A 62. percben a csereként beálló Mayer Milán majdnem első labdaérintésből gólt szerzett, majd Pavlicki révén egy biztató kontrának lehettek a nézők szemtanúi. A veszprémi középpályás Lenzsért rázta le elsőként, majd Kozma mellett is jól tört be a 16-oson belőre, és mikor már majdnem hosszantolta meg a labdát, Vidában esett el. A játékvezető habozás nélkül a 11-es pontra mutatott, a szépítési lehetősége pedig Hevesi Tóth élt, így 4-1-re módosult az állás. A gól után felbátorodtak a vendégek, de Kozma jól akadályozta meg az újabb helyzetet, majd Mayer pillanatai következtek, aki előbb Matetics szerencsés labdaszerzése után elhibázta az ittszert, pár perccel később viszont már betalált. A játékvezető viszont alig ha nem tévesen, ezúttal lesnek ítélte az akciót, így a fiatal játékos gólját érvénytelenítette. Így történhetett, hogy egy szöglet kombinációt követően végül Mervó triplája adta meg a kegyelemdöfést a veszprémieknek. Így alakult ki az 5-1-es végeredmény, aminek következtében az Eto 2 már vezeti a tabellát az MB3 nyugati csoportjában.